Sziasztok! Majd érdekes helyszínre hoztalak el titeket, szabadtéri mozit fogunk megnézni. Zürichben egy darab van belőle a tóparton, és még soha nem voltam szabadtéri moziban, úgyhogy eljöttünk a férjemmel. Úgy néz ki itt a menet a dolgoknak, hogy 7 órakor van nyitás, akkor az ember bemegy, helyet válasz, mert nincs ülőhely. Ennek következtében mi már fél hétre ide jöttünk, és azt hittük, hogy nem lesz itt senki, mi leszünk az elsők. Látjátok hátam mögött azt a sok embert? Ez körülbelül negyede a sornak, még csak fél hét van. 7 órakor lehet beülni, és aztán mindenki lepakol a székekre, ott hagyja a táskát, aztán elmegy vacsorázni, és a film 9 órakor kezdődik. Szerettem volna az utat idefelé videózni nektek, mert nagyon szép volt, csak annyira elkezdett beborulni, és viharos szél kerekedett, hogy inkább szedtük a lábunkat. Ez itt a mozi, a móló végéről ennyit látni belőle, itt az elején lesz a vászon. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a film, ami Sloan-t fogjuk megnézni, ez egy 2016-os amerikai dráma. A Zürichi tóra való kilátással és egy borral a kezünkben, érdekes élménynek hangzik. Gyertek velem! Még soha nem voltam szabadtéri moziban, így arra gondoltam, hogy elhozom magammal a kamerát és megmutatom nektek is. Még elmentem felvenni az intrót a videómhoz, ekkora tömeg gyűlt össze. És még mindig csak fél hét múlt 5 perccel. Atya ég. Közben bejutottunk, elmúlt 7 óra, és elkezdték beengedni az embereket, viszont az eső is megedett, és borzasztó nagy zuhéban volt észre, nekem át is átott a pólom. Megmutatom gyorsan, hogy hol ülünk. Itt néz ki az aréna, mi jobb oldalt a 7. sor legszélén ülünk, tehát ott a lépcső mellett valahol az ott a mi helyünk, és itt van a vászon, ez a vászon. Ezt fogják majd felhozni, hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog kinézni zuhogó esőben, mert egyelőre nem látok vászontetőt az ülések fölött. Ez így ilyen, hoppa, ez itt érdekes lesz. Ugyanaz a tárt az előbb utattam még napsütésben és szélben, ugye most ilyen viharossá fajult. Ha ügyes vagyok, akkor még egy villámmal is elkapok mindjárt, hát ha belecsap a kamerába a kezembe. Ennyire esik most az eső. Az ítélet időre felkészültek a mozi szervezői, mindenki kapott egy ilyen műanyag esőköpet, amivel én már bele is bújtam. Figyeljétek! Azt nem tudom, hogy ezt be fogom tenni a videóba, de fel akartam venni, hogy megmutassam nektek, hogy néz ki egy toj-toj WC. Hey. Ezt most építették fel 2 hét alatt. Ez egy igazán hangulatos kis hely este, a szakadó esőtől eltekintve persze. Itt van előttünk a nagy mozi vászon, arra vagyok kíváncsi, hogy mikor fogják felemelni. Remélem sikerül elkapnom. Most mondjátok, nem elbűvölő ez az esőköpe? Nagyon attraktív. A többieknek is legalább annyira jól áll az esőköpe, mint nekünk. Ajánlom mindenkinek, az amerikai fegyverlobbiról szól és a mögötte lévő rengeteg pénzről. Elgondolkodtató azért, valós eseményeken alapul természetesen. Hú, ez egy hosszú nap volt. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, remélem találtatok benne érdekes dolgokat, a következő részben jövő héten jelentkezem. Sziasztok!